Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora július 3-án hétfőn. Ma két témával várjuk Önöket, nézzük a kínálatot. Konferencia. Gazdaságfejlesztésről és munkahelyteremtésről tanácskoztak a Vármegyeházán. Iskolaőrök. A lezárult tanév tapasztalatait értékelték a rendőrségen. A Vármegyei Foglalkoztatási Paktum kapcsán eddig számos tanácskozást, programot és konferenciát rendezett a koordinációval megbízott iroda. Legutóbb meghívást kapott Szabó Tünde kormánybiztos is, aki a térség gazdaságfejlesztési és befektetés ösztönzési stratégiájáról tartott tartalmas előadást. Televíziónk rögzítette ezt, amelyet most Seszták Oszkár Vármegyei Közgyűlési Elnök bevezetőjével együtt láthatnak nézőink. Úgy tapasztaljuk, hogy a helyi vállalkozások, akár multi, akár kis közepes családi vállalkozások egyre inkább azt igénylik a Vármegyei Paktumtól, hogy ne annyira klasszikus értelembe vett munkahelyi támogatásokat adja, munkahely megtartó, munkahely teremtő támogatásokat, hanem olyan programokat, amelyek akár a képzésben, oktatásban egy nagyon fontos lába, akár a helyi termékfejlesztésben tovább lépési lehetőséget adnak a helyi gazdaságnak, a helyi vállalkozásoknak. És éppen egy újság interjúra készültünk, és akkor kértem a kollégákat, hogy valamilyen fogódzót adjanak a kezembe, és két fontos fogódzót megjegyeztem. Az elmúlt 12 évben a megye ipari termék kibocsátása hozzáadott értéke négyszeresére nőtt 12 év alatt. És ez egy 22-es adat, ebben még nincsenek a mostani sajnos nagy inflációs számok, hanem ez egy 12 éves fejlődési év, négyszeresére nőtt a megye ipari kibocsátása. Ez még sajnos nem látszik a jövedelmekben, meg a fizetésekben, de talán ott is lassú fejlődés tapasztalató. Persze itt is sok nagy út áll még előttünk. Aztán a GDP, a megye GDP-je duplájára nőtt az elmúlt 12 évben. Ennek talán egy kis építőköve volt ez a megyei paktum is, hiszen kollégáimmal, paktumvezetőasszonnyal, illetve konzorciumi partnerünkkel, Főispán úrral, osztályvezető úrral nagyon komoly munkát végeztünk az elmúlt években, hiszen 4500 álláskeresőnek tudtunk munkát adni ennek a programnak a keretében, és ebben nincsenek benne a Vármegyei Kormányhivatal egyéb munkahelyi programjai. És hát az együttműködés, amit a kormányhivatal kirendeltségeivel, a főosztály kirendeltségeivel végeztünk a megyében, azt gondolom, hogy kellő önbizalomra adhat okot. Úgy, hogy azt talán tudják az itt lévők, hogy az előző 7 évben nem egy vármegyei paktummal, hanem számos térségi paktummal dolgozott a kormányhivatal, illetve a Nyíregyházának is saját paktumprogramja volt. Ezt a paktum nevű kifejezést talán már kezdjük megérteni, hogy mit jelent ez. Tehát a magyar nyelvben, a magyar köznyelvben kicsit pejoratív jelentése van, ezt Nyugat-Európából vettük át, de tudjuk, hogy ez egy együttműködés jelent alapvetően a vármegyei munkában résztvevők között, munkavállaló érdekképviselet, munkaadók és a közszféra, a közigazgatás résztvevői között. Számos szép eredményt értünk el, de számos tervünk van a következő 7 évben, novemberben remélhetőleg indítani tudjuk, ugyancsak konzorciumi partnerünkkel, a Vármegyei Kormányhivatallal, a Paktum Plus programot kérem, hogy azt is kövessék figyelemmel. Nagyon örömmel osztom meg azokat a feladatokat, elképzeléseket, amelyek az egész térséget, vármegyénket és észak-kelet-magyarországi gazdaságfejlesztési zónát érinti. Ugye nagyon fontos, hogy beszélhessünk ezekről a területekről, ugye civil szervezetekkel és minden olyan szakemberrel, aki hozzájárul ahhoz, hogy a térségünk, városaink fejlődjenek, és ez a jövőben is prioritást fog képezni. Ugye közös érdekünk, hogy a beruházók, akik érkeznek ide, akár a nyíregyházi térségbe, akár a vármegyénkbe, megismerhessék a kedvező adottságainkat, hiszen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is számos ipari park épült már, és van fejlesztés alatt, és ezek mind-mind nagyon fontosak lesznek a gazdaságfejlesztési zóna további fejlődése és sikere érdekében.
Tudjuk, hogy Európa recessziós pályán van, ugye a mozgásterünket elsősorban a háborús helyzet, valamint a brüsszeli szankciók határozzák meg. Ugyanakkor a kormányzati ösztönzőknek köszönhetően ennek ellenére is európai élvonalba tartozik a magyar gazdasági növekedés. A zónák célkitűzései, a hosszú távú stratégiai célok megvalósítása, és mindeközben az is nagyon fontos, hogy a vármegyék ne egymás ellen dolgozzanak, hanem egymás mellett és egymás segítve, hiszen így fogjuk a felzárkózást minél hamarabb leküzdeni. Ugye tudjuk azt nagyon jól, hogyha Magyarország térképére nézünk, akkor a legelmaradottabb vidék a miénk, és hogyha azt nézzük, hogy milyen fejlesztések érkeztek az elmúlt időszakban, lehet azt mondani, hogy talán a legtöbb, és a közeljövőben is, hogyha bármilyen akár állami, akár Európai Uniós fejlesztésekről beszélhetünk, vagy támogatásokról, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a mi területünk, azaz ez a zóna fogja megkapni mindazt a feltételt, amelyre szükségünk van. Ugye az is fontos, hogy örömteli, hogy az elmúlt időszakban több partnerségi és stratégiai megállapodást tudtunk kötni minisztériumok, miniszterek által, akár említhetném a legutóbb Navracsis Tibor miniszter úr által aláírt és a 6 vármegyének a kereskedelmi és ibar kamara vezetőjével kötött stratégiai partnerségi megállapodás. Ez is azt jelenti, hogy a következő időszakban is elsődleges prioritást fog kapni a gazdaságfejlesztés, a versenyképesség, az infrastruktúra fejlesztés, és természetesen, hogy munkahelyteremtés megtörténjen és tovább tudjon haladni. Az észak-kelet-magyarországi gazdaságfejlesztési zónában 6 vármegye szerepel, a cél pedig mindegyikben az, hogy egymást segítve valósíthassuk meg a céljainkat, és a fejlesztések is úgy érkezzenek, amilyen az igények megfogalmazásra kerülnek. Nagyon fontos, hogy folyamatosan fejlesztő környezetet tudjunk biztosítani a vállalkozásoknak, amiben odafigyeléssel, támogatásokkal kiemelt figyelmet fogunk fordítani a munkahelyek megőrzésére és a vállalkozások védelmére. Partnerségi célok, hogy együttes erővel gyorsítsuk azt az együttműködést a magyarországi beszállítói háttér növelésében, és hogy a magyar tulajdonú vállalatokat is tudjuk segíteni. Minden önkormányzattal nagyon szoros kapcsolatot tartunk, és nagyon fontos, hogy a megyei és a térségi fejlesztések mellett szoros együttműködések legyenek az önkormányzatokkal, civil testületekkel, szervezetekkel, és természetesen a helyi vállalkozásokkal. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a zónahúzó ágazatai, amelyek többek között a jármű és gépipar, a műanyag és gumiipar, valamint az elektronika és az információs technológiai szektor fellendítsék a térséget, és ezáltal a zóna nemzetközi összehasonlításában is versenyképes gazdasági egységként fejlődhessen. Ugye az elmúlt időben láthattuk, hogy a gazdaságfejlesztésnek milyen főbb irányai voltak a stratégiai célkitűzések mentén, a helyi gazdaság növelése területén, ugye a zóna csatlakozott a világ meghatározó személyautó gyártói térségei közé. A turisztikai célú fejlesztések tekintetében, ugye a turisztikai fejlesztéseket nézve, az egészség, gyógy, turisztika, a lovasturizmus, fürdőfejlesztések, a kastélyvár felújítások, vízi turizmus, szálláshely fejlesztések, és természetesen a digitalizáció is ide tartozik. Nagyon fontos, hogy ez utóbbi, ugye ezt mindannyian érzékelhetjük, hogy minden területet érint. Ugye fontos az identitás erősítése, a helyi értékek erősítése mellett, meg kell teremteni a vonzó üzleti környezetet, amihez társadalmi innováció területén az oktatás felzárkóztatása is, a felsőoktatás és a szakképzés jelenik meg nagyon erőteljesen. És ide tartozik a zöld gazdaság is, a körforgásos gazdaság megteremtése, a működő KKV-k megújuló energiatermelésének a támogatása.
Ugye a zóna fejlesztési irányai és kihívásai között szerepelnek a társadalmi, a turisztikai, gazdasági, oktatási és az infrastruktúrális kihívások. Társadalmi innováció területén meghatározó a munkahelyteremtés és megtartás, vagy az elvándorlás megállítása. A fő cél, hogy a fiatalokat itthon tudjuk tartani, vagy haza tudjuk őket hívni. Ehhez viszont az oktatás nagyon magas kihívásokat teremt, és éppen ezért a piaci igényekhez kell alkalmazkodni. A szakképzésnek, a felsőoktatás fejlesztésének olyan vonzó környezetet kell biztosítani, ami a befektetőknek is kitűnő helyszínt ad, és természetesen segítve a fiatalok képzését. Itt meg kell említenem, hogy a Nyíregyházi Egyetem bizony ebben kimagaslóan helytáll, és példaértékkel van jelen, hiszen tudjuk, hogy együttműködései vannak a nagy és kisebb gazdasági társaságokkal, vállalkozásokkal, és ez is azt segíti, hogy a fiatalokat könnyebben ide tudjuk csábítani, és utána ugye a munkahelyteremtés is megvalósulhat. Ugye fontos kiemelni, hogy a térség kiváló teret nyújt a bővítéshez és a fejlődésekhez, azok bővítéséhez, az ipari parkok, az itteni beruházások pedig bizony nagyon közel vannak az európai piacokhoz. Ugye a kiváló teljesítő magyar munkaerő mindig az egyik legfontosabb szempont a beruházások esetében. Mindig, hogyha jön egy beruházó, elsődleges kérdése, hogy van-e megfelelő munkavállaló. Ugye ez nagyon fontos a jövőben is, erre nagyon fő hangsúlyt kell fektetnünk. Ugye a fejlődő infrastruktúra az egyre hatékonyabb felső oktatással nagyon fontos lesz a következő időszakban. Ugye Európa egyik legvonzóbb beruházási célpontjává tette Észak-Magyarországot, Észak-Kelet-Magyarországot. Éppen ezért ezekre nekünk fő hangsúlyt kell fektetni. Ugye a fejlesztéseknek folyamatosaknak kell lenniük, hiszen kiemelt cél, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió 5 legélhetőbb tagországa közé kerüljön, és ehhez itt a Vármegyében természetesen nagyon fontos, hogy a hazai tulajdonú beszállítói kapacitást is fogjuk tudni, illetve kell erősítenünk. A zóna jelentős agráripari fejlesztéseket tervez 2030-ig megvalósítani, az agrárium megújítása, az ellátás biztonság kiemelt jelentőséggel bír. Ez ugyanis a vidéki térség fejlődésének az alapfeltétele. A térség közismerten komoly hagyományokkal rendelkezik a mezőgazdaság és a ráépülő ágazatok terén. Ezen a területen azonban szintén szükséges a modernizáció, amely a technológiaváltást, a digitalizációt tartalmazza, és kiegészítve, természetesen mindannyian tudjuk, elnök úrral, főispán úrral nagyon sokat beszélünk erről, hogy az öntözés célú csatornák és a már meglévő öntözővíz tárolók fejlesztése elengedhetetlen. Az erdőgazdálkodás területén az erőforrások környezetkímélő kiaknázása is jelentős számú munkahelyet fog tudni teremteni a következő időszakban. A zóna nagyobb turisztikai vonzerejéhez járul hozzá a terület gyógy turisztikai pozíciója. Fontos feladatunk, hogy olyan beruházások valósulhassanak meg a térségben, amely a turizmust és az itt élőket tudja kiszolgálni. Ami természetesen, és ez mindig minden önkormányzati vezetővel hangsúlyozzuk, hogy csakis a helyi természeti és építészeti örökségi értékekre lehet alapozva tenni, mint megfelelően a fejlesztések megvalósítását, ez is helyi igényeket kiszolgálva. A gyógyfürdők fejlesztésével a zóna jelentősen erősítheti a Kárpát-medencében a gyógyturisztikai pozícióját. A hazai és külföldi vallás, turista célkitűzések is egyre erősebbek. Ugye a kegyhelyek, imaházak, túraútvonalak, szálláshelyek fejlesztése, amely általában növeli, és ezt tudjuk jól, hogy ez tényleg így van, a vendég éjszakák számát.
De ide sorolhatom a kerékpárutak fejlesztését is, ami az elmúlt időben is jelentős volt. Ugye itt az aktív turizmus tudja ez erősíteni, valamint nélkülözhetetlen az önálló identitást tükröző márka pozícióknak a kialakítása is, a térségi brendek felépítésével. És nagyon fontos kiemelni, hogy országos szinten is kiemelkedő évet tudhat maga mögött a nyíregyházi turizmus. Itt csak egy adatot mondanék, hogy a vendégészakák száma csak nem 440 ezer volt az elmúlt évben. Mivel kiemelt célunk a gazdasági versenyképesség növelése, a helyi adottságokra és igényekre épített vállalkozás és a gazdaság fejlesztés, ezért nagyon fontos megismerni a helyi vállalkozások és iparágak helyzetének alakulását, problémáit és igényeit. Szükséges további lépéseket tenni a telephely fejlesztés, eszközbeszerzés, kapacitásbővítés, digitalizáció, lakhatási támogatás, szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás barát környezet létrehozása terén, és célunk, hogy a térség jövője és sikere érdekében kulcs szerepet kapjon a közlekedés, amely egyben egyet jelent a gazdaság fejlesztési övezet fejlődésével, vagy a könnyebb megközelíthetőségével is. Stratégiai cél az élhető és megtartó zóna kialakítása, a regionális szintű különbségek mérséklése, a területi versenyképesség növelése, olyan meghatározó tényezők az egyes települések innovációs folyamataiban, amelyek hangsúlyos szerepe vitathatatlan. Éppen ezért az oktatási, nevelési és szakképzési intézmények fontos szerepet töltenek be itt a zóna településein és megyéiben. Ugye ez nagyon fontos lesz a jövőben, ahogy hangsúlyoztam. A feladatunk megteremteni a népesség helyben tartásának feltételeit, az oktatási intézményekkel közös célunk gazdaság fejlesztési szempontból nézve, hogy olyan szakember utánpótlást tudjunk biztosítani, ami megteremti az alapjait a további gazdasági növekedésnek. És mindemellett fontos a hiány szakmák népszerűsítő programjának is, és megvalósításának. Éppen ezért a teendőink között szerepel a szakképzési infrastruktúra, a képzési kínálat fejlesztése, tanműhelyek fejlesztése és képzőközpontok létesítése és természetesen fejlesztése is egyaránt. Ugye a felzárkózási program terén a helyben maradás segítik a lakhatási támogatások, esélyteremtő programok, ösztöndíjprogramok, valamint a tehetséggondozás. Fontos tényező a települési szolgáltatások javítása, közösségi terek korszerűsítése, kulturális intézmények, sportközpontok infrastruktúrális fejlesztése, valamint a hagyományok megőrzése. A zóna fejlesztési kihívásai között szerepel az élhető környezet biztosítása is. Ugye Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye erős szakképzési intézményrendszerrel bír, kiemelt jelentőségű a kompetencia fejlesztése a közneveléstől a felnőtt képzésig. A helyzet feltárás során kirajzolódott a zónának a megyei jogú városainak gazdasági szerkezete, ami alapján a jármű és a gépipar, a vegyipar, az agrárium, az egészségipar, az elektronika és az elektrotechnika, az információ technológia, a turizmus és az üzleti szolgáltató szektor lettek a stratégiai ágazatként megjelölve. Ugye a fejlesztésekkel a Zóna 6 vármegyéje az együttműködések segítségével 2030-ra Magyarország legnagyobb ipari tudásparkjává válhat, mely egyedülálló természeti és történelmi örökségével a nemzeti összetartozás jelképe is egyben. Ebben kiemelt jelentőséggel bír Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. A vonzó üzleti környezet kialakítása számos beavatkozást jelenthet, térségtől és iparáktól függ ennek a megítélése. Ugye a helyi startup vállalkozások sikere, a városok sikere is egyben, éppen ezért különösen kell segíteni a friss ötleteket, a vállalkozások beindítását. Itt is az elmúlt időszakban már megjelentek olyan pályázatok, ahol a fiatal pályázó
tud akár vállalkozást indítani, vagy vállalkozást tudunk segíteni a KKV szektoron belül. A vonzó vállalkozási környezet biztosításával jól lehet szemléltetni azt a zóna ipari termelésben elért teljesítményt, amit a dián lehet látni. Ugye itt 2022-ben a teljes feldolgozó ipari termelési érték Magyarországon 51,9 milliárd forintot ért el. Az ország ipari termeléséből az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna 27%-ot termelt ki, mely jól szemlélteti a gazdasági súlyunkat. Úgyhogy ha nézzük a megyénket, illetve nézzük az egész zóna tevékenységét, bizony lehet látni a nagyon erőteljes gazdasági fejlődést, és nagyon fontos lesz a jövőben is, hogyha a vármegyénket nézzük, ugye itt 13 járás található, ahol több mint 10 000 vállalkozás végez tevékenységet. Az itt található vállalkozási szféra nagy része a mikro és kis vállalkozások adják, de a foglalkozási szempontból fontos szerepet töltenek be a közép és a nagy vállalkozások is, akikkel szintén nagyon sokat kell foglalkozni, illetve támogatást adni. A Vármegye gazdaságát meghatározó top vállalkozások legnagyobb számban a nyíregyházi járásban találhatóak, összesen 48 vállalkozással. Óriási jelentőségű a térségben található ugye ipari parkok száma és azok fejlesztése. Itt nagyon fontos, hogy ez nem állt le, hiszen minden településen felmérések készültek, hogy milyen lehetőségek vannak ipari parkok kiépítésére, hiszen ez az igény csak bővül. Ugye nagyon sok fejlesztés volt az elmúlt időszakban, most kevés lenne az időm azt felsorolni, úgyhogy nem is hagyatkozok így bele, de az fontos megemlítenem, hogy megújultak a közintézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék épületei, a régi épületek energetikai korszerűsítése is, nem csak itt a városban, hanem az egész vármegyében. Ugye nagyon fontos az is, hogy itt Nyíregyházán 10 éve folynak útfelújítások. Tavaly 20 földutat, 9 nagyforgalmú utat sikerült felújítani. Most is látványos munkák indultak el az elmúlt időszakban, Tiszavasvári úton és a környékén. De hogyha csak azt említem, hogy az elmúlt években 131 lakóutcát tudtunk leaszfaltozni, de ez is óriási, és akkor itt még az egész észak-kelet-magyarországi régióról nem is beszéltem. Ugye fontos lesz a következő időszakban, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét kiemelve, a Gino Plus programot hangsúlyozva milyen fejlesztések valósulhattak meg. Itt még zajlanak az átadások, még a tervezések is, de hogyha nézzük a járásban, a gazdasági erejét tükrözi, hogy bizony óriási számban tudták megvalósítani az itt élők, illetve a gazdasági társaságok mindazt, amit igényeltek. Ez a dia jól mutatja a GINOP-nak a fontosságát szintén, hiszen a versenyképesség növelése is elengedhetetlen. Ez a program azt tudja adni, hogy a vállalkozás fejlesztés támogatásával bizony meghatározó stratégiai célként tekintünk a KKV szektorra és a nagy beruházásokra, de ugyanígy, hogyha nézzük ezt a diasort, a vármegyei vállalkozások fele, ugye ahogy említettem is, milyen számban jelennek meg, nyíregyházi járásban találhatóak, 13,4 milliárd forint összköltségű projekt valósult meg, 8,9 milliárd forint támogatás mellett. Ugye ezt követi Máté-Szalkai járás, szintén nagyon sikeresen számokat lehet látni, de azt gondolom, hogy ez csak az út kezdete volt,
hiszen hogyha az év elején tudjuk azt, hogy milyen tervek hangzottak el, hogyha bármilyen támogatás érkezik hazánkban, akár az uniós forrásokat tekintve, az elsődleges prioritást kap az észak-kelet-magyarországi zóna, azaz Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc háromszög területe. És nagyon fontos, hogy fenntartható fejlesztések érdekében kiemelt szerepe van a területi helyi szereplőknek, a vármegyék bevonásának, a partnerségi együttműködéseknek, valamint a térségfejlesztési programok megalapozott előkészítésének és természetesen a végrehajtásának. Új stratégiánk alapja, hogy az elkövetkezendő időszakban lokális konzultációkkal fogjuk kijelölni, és meghatározni azokat a tevékenységeket és célokat, amelyek a régiókat, a település fejlesztési döntéseket tudja előkészíteni és végrehajtani. Ugye hazai vagy uniós forrásokra gondolva a legjobban hasznosuljanak ezek a úgymond támogatások. És szakmai partnerséget kezdtünk ennek érdekében a tudományos, az oktatási, gazdasági szférával, az érdekképviseleti szövetségekkel, kamarákkal, ugye megszólítottuk őket, és ez is szinte olyan célokat tud megvalósítani, ami helyi igényeken vannak megfogalmazva. Ugye fontos az észak-kelet-magyarországi gazdaságfejlesztési zónában folyamatos előrelépés, ezt hangsúlyozzuk, éppen ezért az idei esztendőben és a jövő évben is prioritás marad az iparfejlesztés, a foglalkoztatás további bővítése, a munkahelyteremtés, és hogy a színvonalas fejlesztésekkel fiatalaink tényleg ide jöjjenek, itt képzeljék el a család alapítást, és természetesen megfelelő munkahelyet tudjunk nekik biztosítani. Ugye a kormány ebben a nehéz időszakban is a magyar emberekért dolgozik, mindent megtesz annak érdekében, hogy a szükséges források mi hamarabb a rendelkezésre tudjanak állni a terület fejlesztési célok megvalósítása érdekében. És én is azt mondom, hogy mint kormánybiztos és országgyűlési képviselő is azon vagyok, hogy nagyon sok konzultációval ténylegesen ide érkezzenek azok a források és támogatások, amelyre nagyon nagy szükség van, hiszen hogy nagyon látszik az a fejlődés, és mindig fel kell mutatni valamilyen eredményt, ami eddig is megvalósult, és példaként állunk egyébként sok-sok projekt előtt. Úgyhogy ezzel a befektetési célpontként kiemelt észak-kelet magyarországi régió, biztosak lehetünk benne, hogy az élvonalba fog tartozni itt Magyarországon is, de azt gondolom, hogy egész Európában vagy Közép-Európában. Úgyhogy röviden önöknek bemutattam az észak-kelet-magyarországi gazdaságfejlesztési zónának a terveit, céljait, stratégiáját, illetve kihívásait. Nagyon sok teendőnk van, úgyhogy én is köszönöm mindannyiuknak, akik ma itt vannak, és a konferencia szervezőinek is, hogy itt lehetünk. Nagyon fontos, hogy konzultáljunk, és elérjük egymást, és ténylegesen úgy fogalmazzuk meg azokat a kéréseinket, céljainkat, ami az itt élőket, az itteni településeket tudja kiszolgálni. Két hete tart a nyári vakáció, az elmúlt tanévben nem csak a diákok és a pedagógusok munkáját értékelték, hanem az oktatási intézményekben szolgálatot teljesítő iskolaőröket is. Az eseményen Kindrusz Emese járt. Ismét összegyűltek a vármegyében dolgozó iskolaőrök. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság az idei tanév értékelésén túl szakmai napot is szervezett a 34 fős állománynak. A fórumon az iskolaőrök mellett az oktatási intézmények képviselői és a programban dolgozó más szakemberek is részt vettek, többen elismerést vehettek át egész éves teljesítményükért. A rendezvényen elhangzott, az elmúlt évek tapasztalata az, hogy szükség van az iskolaőrök munkájára. Ezt az is bizonyítja, hogy egyre több intézmény csatlakozik a programhoz. Kihívást jelenleg a státuszok feltöltése jelent a vármegyében.
Összesen 35 intézménye van együtt megállapodásra, a főkapitányság és az intézmények között. 35-ből 34-ben iskolaőr is van, egyetlen egy intézményünk van, aminek a feltöltése folyamatban van. Azt kell látni egyébként, hogy az 2020-ban a program 29 intézménnyel indult, tehát egyfajta folyamatos bővülés van. Nyilván van fluktuáció az iskolaőrök részéről, de folyamatos a felvétel, a képzés, a szolgálatba állítás, úgyhogy ezt a feladatot szerintem egészen jól tudjuk hozni. Az egy státusznak a feltöltése azt gondolom, hogy észre meg fog oldódni. Hány intézkedésre volt szükség az idei tanévben, és ezek milyen jellegű intézkedések voltak? Összesen 6 intézkedésre került sor a 2022-23-as tanévben. 4 bűncselekmény, egy szabálysértés és egy egészségügyi segítségnyújtásról beszélünk. Alapvetően a bűncselekmények, amelyek iskolában előfordulnak, az a garázdi elleni magatartások, testi sértések, amelyekben az iskolaőr közbeavatkozik, és hát ha kell, akkor kényszerítő eszköz alkalmaz. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy testi kényszerítő alkalmaz, hogy szétválasztja a verekedő feleket, ami azért egy tinédzser fiúnál már azért nyilvánvalóan az egy rendes fizikai erőt igényel. Tavalyi tanévhez képest 2-vel több az intézkedési szám, mint korábban volt, de ugye azt kell látni, hogy több az intézmény is, és összességében azért ennyi intézményben, ennyi intézkedés figyelembe az országos adatokkal viszonylag alacsony számnak mondható, tehát kellően szenzitíven is és gömbérzékkel hajtják végre az intézkedéseket a kollégák. A bérezés is változott, mikortól és hogyan? Ugye 2020-ban indult a program, a 220 ezer forint volt a kezdő bérezés. Nyilván lehet ezen most vitatkozni, most ez sok vagy kevés, de az látható, hogy most 296 ezer forint a jelenlegi bérezés, tehát van egy növekmény, ez nem az infláció, nem más gazdasági helyzetnek a függvénye, hanem van egy ilyen szándék a vezetőknek, a kormányzatnak, hogy nyilvánvalóan az iskolákat meg kell becsülni, és ez javadalmazásban is meg kell mutatkozni. Vannak elképzelések ebben, hogy a jövőben hogy fog ez változni, nyilván növekedni fog majd vélhetően, bár erről még konkrétumokat nem tudok mondani. A szakmai napon az is elhangzott. Az iskolaőrök munkáját a vármegyében folyamatosan ellenőrzik. A rendszer rendben kritikus, hogy nyilván a gyermekek, a diákok, illetve esetleg a pedagógusok. Azt látni kell, hogy azért különböző iskolákról beszélünk, különböző problémákkal, a gyerek anyag is különböző, és ezek a napi szinten találkoznak az iskolaőrök, erre fel kell készíteni őket, azért nem egyszerű. A másik, amit szoktam mondani, hogy a mai 21. századi világban bármikor készülhet fotó, videó felvétel, és egy rendőr, vagy egy iskolaőr intézkedésre is készülhet videó felvétel, ami aztán közösségi médiában megjelenik, és a legnagyobb kritikusok általában a lakosság, meg az állampolgárok, tehát erre is fel kell készülni, hogy minden egyes intézkedés, minden egyes iskolaőri jelenlét az lehet, hogy publicitást kap, tehát ennek megfelelően kell viselkedni az iskolaőrnek, és ennek megfelelően kell végezni a munkáját. Vármegyében volt már erre példa? Nem volt erre példa, máshol volt erre példa, de nyilván mi erre fejlik a kollégák figyelmét, hogy erre figyeljenek oda. Én azt gondolom, hogy az állomány erre fel is van készülve. Az újoncok mellett a meglévő állomány képzése is folyamatos. Nyilvánvalóan nem tudjuk még, hogy lesz-e bővítés, új intézmények csatlakoznak a programhoz. Azt, ha csatlakoznak, akkor nyilván meg kell találni a megoldást a státuszok feltöltésére. De egyébként a meglévő állománynak a képzése is folyamatos, tehát nem arról van szó, hogy kiképezték őket annak idején, és akkor elengedjük a kezüket, hanem folyamatosan vannak olyan jellegű képzések, amelyek a mindennapi munkához kell, akár intézkedés taktika, akár pszichológiai vagy más tréning jellegű képzés. Tehát próbáljuk az állományt fejleszteni annak érdekében, hogy az elvárásoknak megfeleljenek. Ez a mai nap is erről szól? Ez a mai nap is erről szól, hiszen nyilván itt meg volt az ünnepi része, meg az éves értékelő része, de a másik két előadás az konkrétan azt a célt szolgálja, hogy ha az iskolaőr visszamegy dolgozni az iskolába, akkor tudja azt beépíteni a mindennapi munkájába. Az ország 571 oktatási intézményében 579 iskolaőr dolgozik, akik ebben a tanévben összesen 199 intézkedést hajtottak végre. Az iskolaőrök munkája nyáron is folytatódik. Táborok, rendezvények lebonyolításánál is segítik az oktatási intézmények és a rendőrség munkáját. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között a kórházi dolgozókat köszöntjük, és beszámolót láthatnak a megújult Kálósemjéni görögkatolikus templomról is. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!